Sziasztok, srácok! Újabb vlog videóval jelentkezek. Most lehetnek ennek a videók is a téma, hogy nincs semmi téma, de akkor megosztanám magam, mert van témám, és van a vastámás mellett, ha erre néztek, másik oldal, akkor egy övébés background lehet látni, hogyha arrébb fordít a kamerámat, és ott van a S42-es személyvartével érkeztem buszatra, bocs fel, de ne csak engem nézzetek, mutatom a amely megyek, inkább azt nézzétek. Vannak itt tervartok is, de amelyet indította ezt a vlog videót, az ugye az, hogy mai nap két megrendezésre a szokásosá vált északi part a retró hétvége, amivel gondolta, hogy most kivételesen csak egy ilyen kisebben összefoglalót, ha lehet azt mondani, hogy milyen volt feladata, stb. Sötét át elrend inkább szó legalábbis. Tehát ugye anya ott most más az idején, vagy júliusi, mert az augusztus sem történt meg, tehát oda nem nyilváltatok még be, mint ugye most nem volt közös őső, mert egyrészt megye egy közös sincs most üzemkész állapotban, mint javítás advág nyilván, mi de érthető is a Covid-járvány mert meg hát elektrizítási tilalom is van, szóval az mellett nem volt, de elvileg ez csak ilyen hallott információ, hogy augusztusi már lesz gőzös, mert majd meglátom, és ha lesz is adom, majd biztosan fogtok látni videót. A feladat az annyiba volt a megszokotthoz képest, máshogy a MAP hív is csatlakozott két darab bobójába, ami ugye telszállítást szoktak használni, illetve a vámbusz is csatlakozott különféle ikuszokkal. Voltam feldől, zánka köveskára is mentek, voltak a dörgicsér is mentek buszok, tehát nem mondhatjuk, hogy rossz volt. Meg hát szokás Noab Szergely feladat az megvolt. Meg ugye meg lett már egy retró PC, ami ugye én azt hittem, és én arra számított engem, úgymond, hogy a balsa gyarmati retró PC ez, de abban egy kicsit azért csaltam, de azért így sem volt rossz. A vízipók interrégión pedig ugye most volt két darab komfortkocsi és két békaos kocsi, amelyen retrósnak számít. Azzal terveztem a reggel leutazni Balatonfelde, de mert rengeteg késett, 55 percet készett a végén elvileg, szóval jobb is hát, hogy tervált a Katica interrégióval eljött, így értem azt a barátot, egy kinéztem, mert ugye Miskolcos bikocsikkal volt kiadva, és a NAV 19-es NAV vontatta, de azért még voltak
érdekesség. Például a 06-os ne az eveg, csak Tapolcáig jutott el, Tapolcáta már nem tart elmény szombaték is elte Csörgős, illetve Szergely és Balatok voltak. A napot helyettesítette meg, hát ott volt a klasszik Szergely, retró Szergeten, meg a szokásos 23-as Csabai Csörgő, illetve ha én nekem most is ugye nem közlekedett volna ma, hanem holnapja, vasárnap, csak hát 04-es szöveg történt, és akkor a buszra kellett hát menne a Szolnok Tapolca tekergő Balatot, és hát ha megszokott volna, hát azt a, már most is hozta az idézett, vagy itt végén a késések, azok sosem maradhatnak el, még idén sem, de szerintem mindenki úgy nagyjából számított, és majdnem az is fél perccel beszélek, úgyhogy röviden is fogom most már a mondévalmat, tehát jól megvolt fel, azért voltak késések is, de azért tényleg nagyon jó volt, meg bemeltek egy tartalmasabb videót, és kell majd összevágnom, mint a tavalyi lett. Úgyhogy én ennyit szerettem volna ebbe a majdnem 7,5 perces vlogban. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztek, tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, kommentelni is lehet bárton, és akkor találkozom egy legközelebb videóban. Legyetek jók, és sziasztok!